Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! A 20. Baksi Falnapok keretében került megrendezésre a Baksi templomban tartott ünnepi szentmise. A templom 5 éves fennállása alkalmából tartott istentiszteleten Kis Rigó László megyés püspök, valamint Antal Imre tiszteletes a járásban, illetve a Bakson tapasztalható összefogást méltatta, aminek eredményeképpen Baksi is fokozatosan fejlődő településhez tartozik a térségben. A szentmisét és a misén elhangzott beszédeket teljes egészében most tekinthetik meg. Köszöntöm szeretettel Balázs Andrásnak, Csongrád megyei katasztrófavédelmi parancsnokság tiszteletét.
Thank you.
tömegnek tanít, beszél, és nincs neki valójuk, úgy gondolja, hogy tudni kell, hogy valami ennél valóban is gondosítanak neki. Tehát mondják a segítői, hogy ha ennyi ember tudja csodálni, erre csak a polgármester tudja. De Jézus akkor azt mondja, hogy mégis nézzük nekünk van, hogy egy kisgyerek, aki ezt az epizódban kerüljön, hát neki van öt kenyeret. Tudjuk, az ottani kenyér az nem olyan, mint a kenyér, az olyan, mint a kenyér, látos kellett a kenyér, de azt önzetlenül elvesettem ajánlani. És nyilván egy igazét sorra nem az volt, hogy Jézus, mint Bud Spencer, karázott és mindenkinek ott volt a tevő asztalkán, hogy Jézus hatására és a kisgyerek példájára emberek kerülették, aki ebben volt, és nem zsebölendre, hanem mindenki a másikat kínálta, és mindenkinek. Ez volt az igazi csodat, hogy a tömeg közösségi tudott válni. Azt kívánom, hogy mi is egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy nem csak egy csoport, nem csak a társadalom, hanem egy igazi közösség az, amely a kérjük testvéreim a mindenható Isten, hogy az egyház anyjának boldogsága Szűz Máriának közben járására utassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni gondviselésének elejét. Oh.
Yeah.
Thank you.
mindenki érdését, hogy László pápáról beszélt. Köszönöm.
táplálkozási szokásokra hívta fel figyelmet a Kistelki Egészségfejlesztési Iroda. A táplálkozási ajánlások időseknek címmel Vicsek János dietetikus tavaly tartott előadást a megjelenteknek, melyen hasznos információkat kaphattak az időskorúak az egészséges táplálkozásról. A tanácsok mellett szó esett a veszélyekről és az ezt elkerülendő megelőzési módszerekről, továbbá a különböző élelmiszerekben található hasznos tápanyagok előnyeiről és azok megfelelő adagolásáról. A műsor teljes egészében most tekinthetik meg. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy ilyen sokan elfáradtak hozzánk erre az előadásra. Ugye nemrég volt egy megnyitó itt a Kistelki Egészségfejlesztési Iroda nevével. Ugye most ezzel a címmel szeretnénk egy előadást is tartani, ez pedig az időskorúak táplálkozásáról fog majd szólni. Ugye minden hónapban fogunk rendezni, vagy fogunk szervezni egy ilyen előadást, ahol vagy mi csinálunk egy ilyen előadást, összeteszünk egy anyagot, és azt megpróbáljuk önöknek átadni, vagy az önök véleménye alapján, tehát megkérdezzük önöket, hogy mi az, amit szeretnének meghallgatni, vagy mi az, amiben szeretnének többet tudni és jártasabbak lenni, és mi azt a vendéget, vagy azt az előadót, azt az orvos, vagy bárki legyen is, az gyógytornász, vagy egy dietetikus bárki, azt mi megpróbáljuk akkor meggyőzni, meg elhívni ide hozzánk önökhöz, és akkor ők tartanak majd egy előadást. Első körben én fogok ma tartani egy előadást erről a táplálkozásról. Engem Vicsek Jánosnak hívnak, én vagyok az Egészségfejlesztési Iroda vezetője, a kolléganőmet pedig Frank Zsanettnak hívják, ő pedig az Egészségfejlesztési Iroda munkatárs, tehát egy ilyen prevenciós nővér lesz, ugye, ami az irodában fogjuk majd végezni az egyéb ilyen megelőző tanácsadásokat és egyéb vizsgálatokat. Csak annyit nem sokat szeretnék beszélni az irodáról, mert nem ez a témája, és akkor nagyon sokáig itt elrobolnám az idejüket. Igazából ugye ez arról fog szólni, mint egy vércukormérés, egy vérnyomásmérés, napi szinten bármilyen problémákat megpróbálunk oldani. Itt az irodában, ez a Kossuth utca 19-ben lesz, ahol segítjük ugye az orvosoknak a munkáját, hogy ne ők legyenek annyira leterhelve, hanem megpróbálom mindenféle dologba segíteni nekik. Tehát igazából erről szól, egy ilyen megelőző iroda lesz a mi hivatásunk. És akkor elkezdeném az előadást, hogyha ha megengedik, ez pedig az időskori táplálkozásról fog szólni. Nekem a végzettségem dietetikus, én Pécsen végeztem a főiskolát most már 8 éve, úgyhogy remélem azért kielégítő lesz, és mindenki megtalálja majd benne a hibákat, problémákat, amik saját magára érvényesek majd. És a később végén akár bárkinek több észrevétele is van, vagy netán kérdése, az pedig az irodában majd be tud jönni, ott meg tud minket keresni, és akár részletesebben bármi másról is tudunk beszélni. Jó, első körben ez csak az időskorúak táplálkozásáról szól, és nem az egyéb betegségekről vagy problémákról. Tehát egy cukorbetegség, egy magas vérnyomás, egy viszér, ez már megint egy másik betegség, egy másik probléma. Ebben itt nem lesz annyira kifejtve, ez inkább az egészséges táplálkozásról fog szólni, hiszen úgy gondolom, hogy mindenki egészséges, és mindenki meg is próbál egészséges lenni. Jó? Egy kicsit beszéljük át azt, hogy mi is ugye az öregedés, ugye ez egy elég hosszú folyamat, míg az ember ugye elér ugye akár 60 évet vagy 70 évet. Ugye ez nem úgy kezdődik, hogy az ember volt 20 éves, majd egyszer csak hirtelen 70, hanem ugye ennek bizonyos folyamatok, idők mennek végbe, mire az ember ugye eléri ezt a 70. évet. Itt ugye azért részletezzük ki, hogy az öregedés időben ugye elkerülhetetlenül, tehát törvényszerűen be fog következni ez a dolog. Kiszélesedő, jóval az öregkor előtt fejlődő, tehát ugye ez nem az öregkorban alakul ki az öregkor, hanem már ugye egy 20-30-as évek korunktól, tehát elmondhatjuk azt, hogy a 30 éves kor felett az ember már érzi azokat a változásokat, amiket mondjuk előtte nem biztos, hogy érzett, mert 20 évesen lehet, hogy még lefutott több kilométert, vagy elbiciklizett, vagy lent a földön bármit meg tudod csinálni. 30 éves kor után azért már az embernek előjönnek több problémák, és ugye ez a folyamat 30, 40, 50, 60-as évkor után, ugye ezek törvényszerűen végre is fognak menni. Sok lépcsős biológiai folyamat, ami például azt jelenti, hogy a szervezetben nagyon sok dolog történik, megy keresztül, amire ugye az ember elér odáig, hogy öregkor lesz. Mert az öregkor nem csak a külsőségeket mutatja, hogy az ember egy picit ráncosabb, a haja kiszőtült, vagy kiőszült, legyengültem,
igen kiőszül, hanem belül is ugye az embernek csökkennek a sejtjei, kevesebb sejtjeik lesznek a szervezetbe, csökken az izomtömeg, csökkennek a vászerkezet, vagy a kálcium, magnézium. Tehát ezek mind az következik, annak a következménye, hogy az idő előre halad, és a szervezeti biológiai folyamatok mennek végbe, ami által érezzük azt, hogy már nem vagyunk olyan gyorsak, nem vagyunk olyan rugalmasok, kicsit fáradékonyabbak vagyunk, stresszesebbek vagyunk, nem úgy megy már a dolog, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Amely ugye elkerülhetetlen, hogy a szervezet alkalmazkodó képességének csökkenéséhez vezet. Tehát ugye nem is arról beszélünk, hogy most valaki 60 év fölött öreg, hanem inkább azt mondjuk, hogy az alkalmazkodó képessége már csökken egy 20 vagy egy 30 éveshez képest. Jó? Tehát igazából itt erről van szó. A gerontológia az azt jelenti, hogy az idősekkel, az öregkorral foglalkozó tudományát, és ugye itt megkülönböztet két életkort. Van ugye a kronológiai, hogy az ember megszületett 1918-ban vagy 25-ben, ez nem van papírozva, ez megvan. És van egy biológiai életkor, aminek viszont, aminek érzi magát az ember, mert ugye sokan vannak, vagyunk úgy, vagy vannak úgy, hogy lehet, hogy 70 éves, de azt mondja, hogy 60 vagyok, mert mi mindig meg tudok olyan sok mindent csinálni, mondjuk más nem. Mert azért biztos van az ön környezetében, társaságában is olyan ember, aki szintén hasonló korosztályú, de mégis azt látja, hogy nekem ez sokkal jobban megy, én sokkal jobban megyek, én még biciklizek, tornázok, főzőcskézek, unokázok, míg a másik nem biztos. Jó, tehát ugye ez a különbség, de gondolom ezt önök is érezték már, hogy na én 60-nak is érzem magam. Tehát ami belül van igazából. Ugye szokták mondani azt, hogy amit belül érez az ember, annyi idős. Jó? Maximális élettartam körülbelül azt állapítják meg a tudósok, hogy olyan 115 év, nem tudom ki szeretne 115 évig élni. Jó, egy embert már láttam 115 évig élni. Más nem szeretne 115 évig élni? Nem. Mindig tudok átlátni, mindig a gyereket látni. Jó, amit el lehet mondani, hogy a tudomány az egy ember tud, aki 122 évig élt, az pedig 1997-ben halt meg, és azért elég szép, hogy 122 éves koráig él. Most vannak még több ilyen cikkek, ahol többeket is írnak, de ugye ezek nem bizonyítottak, úgyhogy ez az első, amilyen bizonyítottan lehet, hogy itt volt valaki. Jó, amiről beszélünk a következő körben, hogy hogyan változik ugye az emberi szervezet az életben, az idő előre haladtával, és ugye ezt gondolom mindenki tapasztalja önmagán, vagy ugye másoknak a kárára. Ugye azt mondjuk, hogy nő a szív- és érrendszerű megbetegedések száma, ugye ezt gondolom sokan járnak, vagy lehet, hogy járnak azért többen is, ugye vagy ide a Kistelegi kórházba, vagy Szegedről, vagy bárhova az országban, ugye nagyon sok szívinfarktussal halljuk az embereket, hogy bekerültek, lebetegedtek, utána nem tudtak már visszaállni minden nap életbe. Ugye itt van a sok érelmeszesedéses probléma, ami vagy ugye ércserét csinálnak, vagy megpróbálják gyógyszerekkel kezelni. Ugye a szív leterhelődik, ugye ennek nagyon fontos vonzat az is, hogy ugye az ember túlsúlyossá válik, hogy ugye túl sok a felesleg rajta, akkor maga a szívet is terheljük, és ugye ezáltal a szív nem tud olyan erővel pumpálni, hogy a vért a többi szervekhez, sejtekhez, és ugye ennek hatására ő is előbb-utóbb azt mondja, hogy jó, akkor elég volt, most már nem tudok olyan intenzitással a számodra meglenni, úgyhogy visszavesz a napról, és kevesebbet fogadni. Jó, tehát erre azért figyelni kell. Átalakulja a csontozat, alapállománya, így ez azt jelenti, hogy az 50 éves kor felett ugye azért a csontoknak a nagy része kálciumból, magnézium és egyéb sejtekből áll, de ugye ott nagyon elkezd csökkenni ennek a bázizmoknak a szerkezet, és főleg a kálcium, magnézium, foszfor arány, itt fel szokott bomlani, és ugye ennek hatására előfordult az, és ugye mondják is sokan, hogy ugye leginkább a nőkre jellemző, de ugyanez a férfiaknál is előfordul, csak kevesebb arányban, ugye a csontritkulás. Az immunrendszer működésének változásai, ugye az immunrendszer, ugye azt tudjuk, hogy fiatalkorban az ember nagyon sok mindentől megvédi, még úgy is, hogy nem kellett használni semmilyen vitaminokat, táplálék kiegészítőket, mert ugye az megvolt a szervezetnek, és az ott áll és védi folyamatosan az emberi szervezetet. Viszont egy idő után, ugye ez az immunrendszer is el fog fogyni, és ezek a védőfehérjék is, amik ott vannak, és
a szervezet számára rendelkezésre állnak, ezek azért egy idő után szintén el fognak fogyni, és egyre kevesebb van a szervezetben. Az anyagcsere változások, mondom, azért biztos, hogy sokan tapasztalták, vagy esetleg szenvednek is benne, hogy gyengébb az emésztés, vagy felszívódik, vagy nem szívódik fel a tápanyag, sokaknál előfordult ugye székrekedés, vagy éppen fordítva, hogy hasmenés dolgok, tehát ugye ezek felcserélődhetnek, és ugye ennek a zavar abban, hogy sok mindenkit érintett. Hozzátenném, ha bárkinek bármi folyamatosan közbe észrevétele lenne, vagy bármi olyasmi, amit szeretne ezzel kapcsolatban megkérdezni, ez nyugodtan tegye fel. Én úgy gondolom, ez egy ilyen interaktív beszélgetés, tehát itt nem kell visszafogni magunkat, tehát lehet bátran jelentkezni és mondani, hogyha valami probléma van esetben. A szervek méretén csökkennek, ugye ezt észreveszünk azzal is, hogy az inak, az izmok összehúzódnak, egyre kevesebb van, ugye előfordul az idősebb korban már ugye az embernek a magassága is csökken, tehát mondjuk lehet, hogy volt 170, 20 évesen, de mondjuk 60 évesen már lehet, hogy csak 155, tehát ugye ennek a következménye is, ugye a sejtek, a szervek is ugye összén mennek, tehát. Jó, hogyan táplálkozunk, ugye ennek a mai előadásnak a témája, és ugye nagyon sok mindent lehet most már olvasni az újságokban, nagyon sok minden van a tévékben, és ugye mindenki egy picit hozzápróbál tenni az életéhez. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi pár év azért nagyon sok minden történt, változás, és egyre többen nagyon sok jó dolgot tudnak és hallanak már, ami viszont jó, és ugye egyre több idősnél is látom azt, hogy a régi szokásokkal eltérően már ő is bevezet bizonyos tápanyagokat, alapanyagokat, amiket mondjuk régen nem használtak, hiszen azért itt az országban nem nagyon ismerték még azokat a tápanyagokat, élelmiszereket, amiket mondjuk mostanában használunk. Mire is gondolok? Ugye a legfontosabb az, hogy rostbúsan táplálkozzunk. Tehát ugye nem tudom ki az, aki tud esetleg mondani, hogy mik azok, amik tartalmaznak rostokat, vagy milyen élelmiszerek, alapanyagok azok, amik magasabb rosttartalomban. Húzaporba, így van, zabfehér, gyümölcsök, zöldségek. Tessék? Sok-sok gyümölcs, így van, hát ugye ezek mind rossz tartalom, így van, de nagyon sok zöldségféle, így van, zabfehér, teljes kérdésű lisztek, így van, a főzeléke bele volt vannak a zöldségek, főleg, hogyha más liszteket is használunk, és még nem csak a búza lisztek. Szénhidrátok mennyisége, minősége megfelelő legyen. Ugye ez azt jelenti, hogy a szénhidrátok, ezt majd a későbbiekben tovább is fogom boncolgatni, hogy a szénhidrátok, nem tudom ki az, aki tudja azt, hogy mit jelentenek a szénhidrátok, vagy milyen alapanyagok tartoznak oda. Nem, azok a zsírok közé. A szénhidrátok azok például mondjuk a kenyér, a lisztfélék, a tésztafélék, ugye ezek mind búzából készülnek. Nagyon magas a szénhidrát tartalma a rizseknek, ugye a rizsnek. Jó, tehát ezek az alapanyagok tartoznak oda, és ugye megvan itt is határozva, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű szénhidrátot vegyük magunkhoz. Tehát ugye a mai finomított lisztek, ugye ezek már annyira finomítva vannak, hogy a szervezet nem tudja ezeket úgy földolgozni, hogy ezt kellene. És ezért a minőség itt nem azt jelenti, hogy a búzalisztet vegyük meg, hanem vegyük meg a teljes kérdésű lisztet, vagy a rozslisztet. De ha nem is fogyókúrázni akarunk, és nem is vagyunk cukorbetegek, nyugodtan lehet használni a rizslisztet is, amit nagyon jó lehet használni akár palacsinta sütéshez, vagy egyéb édességek elkészítéséhez. Jó, tehát ezek már egy picit a változatosságot hozzánk be, hiszen az étkezésünknek is ez lesz a lényege, a változatosság. Minél többféle dolgot próbáljunk, és ne ragaszkodjunk a régi megszokott dolgokhoz. Tudom, hogy ez nehéz, hiszen az ember mondjuk élt 50 évet valamivel és valamivel kapcsolatban, arról azért nehéz megváltozni, és azt mondja, hogy jó, akkor én kipróbálom ezt. Egy picit sajnos ki kell nyitni magunk előtt a világot, és megpróbálni ezeket a dolgokat bevezetni, kipróbálni, legfeljebb azt mondja az ember, hogy ez nekem nem jut, én ezt nem használom. De amit lehet, és azt mondja, 10-ből lehet, hogy 2-re azt mondja, hogy nekem ez jó, és ez bevált, és ezt szeretném használni továbbra is, akkor már elértünk valamit. Jó, a zsírok mennyisége, minősége megfelelő legyen. Szintén ugye itt van a zsíros húsok, amit a hölgy mondott. Ugye itt a zsíros húsok alatt mit értek? Melyik zsíros húsok? Azok még mondjuk károsabbak? Disznó. Disznóhúsok.
Így van, helyes, a disznóhúsok lehet, hogy egy kicsit károsabbak, mint mondjuk a karamfű vagy a hal, viszont hozzáteszem, hogy a disznóhúst is fogyasztani kell, hiszen ez vörös hús. És a vörös húsból is nagyon sok ásványanyag, vitamin van, ami nélkülözhetetlen. Tessék? Vas tartalma a vörös húsoknak, így van. Így van, így van. Tehát ezek fontos, inkább itt a vörös húsoknál azt kell elmondani, hogy a vörös húsoknak a jellemzője, jellegzetesség az, hogy az izmok, az inak között nagyon sok az zsír, amit nem láthatunk, és ugye nehéz is lenne, hát most ott centinként vágdosom és kihúzom, ezt nem lehet a főzés technológiában megoldani. Viszont a vörös húsoknak ez az hátránya, hogy ezek zsírosabb húsok, és ezeket célszerű mindig levágni és leszedni róla. Nem azt mondom, hogy minden nap úgy főzzenek, hogy én levágom a szalonna részét a tarjának, de ha már azt mondjuk, hogy mondjuk eddig egy héten 5 nap vagy 7 napból 5-ször vörös húst ettek, akkor most ezt csökkentsék le mondjuk csak 3-ra. Jó, tehát itt nem az a cél, hogy megszüntetjük a vörös húsokat, meg a zsíros részeket, csak csökkenteni kell. Ezért is van, hogy a mennyisége és a minősége, és a minőségnél pedig ugye, amit ugye nehezebb sajnos beszerezni Magyarországon, ugye a halak, a tengeri halak, amiknek ugye nagyon jó a zsírsav tartalma, ugye az omega 3, omega 6-ba. Hát ezeket nehezebb beszerezni, ha nem is tudják, mindig időnként egyszer-egyszer próbálják ki, amennyire csak lehet. Próbáljanak azért az édesvízi tavakból is halakat szerezni, ugye azért itt elég sok tó van, meg itt vissza is mellettünk, tehát azért a pontyokat, amúrokat, ezeket azért be lehet szerezni, ezeket is ki lehet próbálni, és meg lehet. Jó, kevesebb állat jelenthető fehérje. Ez igazából azért van itt, és ugye azért mondjuk ezt, mert a túlsúlyban az a baj, hogy a magyar embereknek a zöme az nagyon sok állati fehérjét fogyaszt, és kevesebbet a növényi eredetű fehérjékből. Tehát ez azt jelenti, hogy a szüksége van a szervezetnek energiára, ez azt jelenti, hogy étkeznünk kell reggel, délben, este, akár napközben egy-egy kisebb étkezés beiktatható. De sajnos a magyar ember többsége nem így gondolja, hanem ami van az asztalon, ami van előtte, vagy amit megsütött, megfőzött, azt úgy megeszi, és ami van. És ezt kellene igazából visszavenni, mert én úgy gondolom, hogy a zöldségek, növények, szárazhüvelyesek, tehát ezekből biztosítunk annyi fehérjét, amit itt kellene, de inkább az állati részt egy picit vissza kell szorítani, hogy az ne legyen annyi, és akkor már ez megoldódik. Ásványanyag és vitaminbevitel fontossága. Hát ugye ilyenkor nyáron egy picit egyszerűbb és könnyebben megoldható, hiszen mindenhol lehet kapni, vagy éppen a kertben is otthon teremnek a zöldségek, gyümölcsök. Ez ilyenkor könnyebb, télen egy picit nehezebb, hát ilyenkor érdemes olyan szörpöket, vagy olyan sűrítményeket készíteni, egy paradicsompüré, és egy paradicsomlé, vagy akár a lekvárok közül is, amit mondjuk nem szín, nem így cukorral készítünk el, hanem csak simán. Mondjuk egy szilvalekvárt is el lehet készíteni édesítés nélkül, mert annak elég az édesség foka, és az megfelelően elkészíthető, de a többi édes gyümölcsöt is el lehet így készíteni. Jó rendszeresség és változatosság, ugye ez pedig azt jelenti összességében, hogy lehet, hogy az emberek többsége, mondjuk ha megnézünk mondjuk egy átlagban egy magyar étteremnek, nem is egy kisebb étteremnek, tehát egy ilyen menza jellegű helynek az étlapján, tehát mondjuk olyan 25-30 féle ételnél többet nem készítenek el. Tehát ugye a megszokott a krumplis tészta, a káposztás tészta, egy pörkölt, sertéspörkölt, csirkepörkölt, paprikás krumpli, tarhonyású, csirzses hús, tehát ezek az általános és jól megszokott dolgok, amik finomak. És ezzel ellen nincs is az embernek semmi kivetni valója, csak ne az legyen, hogy két hét múlva megint ugyanaz van, hanem bővítsük. Tehát, hogy akkor legyen egy 3-7, 4 hét múlva csak ugyanaz. Keresgéljünk, nézegessünk recepteket, és próbáljunk ki új dolgokat, ez a változatosság. Amint teszel, ugye úgy leszel, hogy ez egy szép kis táblázat, nem tudom mennyire látható, vagy mennyire lehetünk ki a sorok, hogy a sorok között milyen gyümölcsök, milyen alapanyagok vannak. Tehát ugye itt az alsó rész ugye 35%, tehát ez azt jelenti, hogy ebből kell a legtöbbet fogyasztani, kétkezdünk, és ez körülbelül így is van. Csak nem mindegy, hogy a minőség szintén itt vannak az ilyen húzakork, az apehely dolgok, ugye a különféle kenyerek, tésztafélék, amik ide tartoznak, hiszen ebből eszünk többet. Hiszen reggelire megeszünk vagy egy szelet kenyeret, vagy kettőt, ugye vacsoránál is előfordul a kenyér, ebédnél is előfordul a kenyér, ebédnél ugye többször előfordulnak a rizsek, a tésztafélék, ugye egy krumpli püré, vagy egy petrezselymes krumpli, egy tört krumpli, a
káposztás tészta, túros tészta, rakott tészta, ezek mind ide tartoznak, hogy a rakottak, hogy ezek is istartalmúak. Hogy ezek mind ide tartoznak, csak igazából 35% az megmutatja azt, hogy ne 50%-a legyen, hogy reggel, délbe, este kenyér, hanem ugye, hogyha reggel kenyér, délben mondjuk egy tésztaféle, akkor tudjuk azt, hogy vacsorára már nem biztos, hogy ezek a dolgok beleférnek, és akkor egy könnyebb, egy zöldségsaláta, vagy egy gyümölcstál, vagy egy joghurt, egy kefír valamivel kiegészítve, akár egy ilyen teljes mérésű kenyérrel, vagy rostkenyérrel, ezekkel kellene inkább variális változatossá tenni az étkezéseket. Ugye 18% a zöldségfélőket mutat, és 13% a gyümölcsök. Ugye itt ez egy picit nehezebb megoldani, én úgy gondolom, viszont erre kellene törekedni, hogy minél jobban erre a dolog fele haladjunk. És ugye amit az elején mondtam, hogy az öreg kor az mit jelent, hogy az egy biológiai folyamat, ami végigmegy a 30 éves korunktól a még kísér, ugye, amíg el nem megyünk a Kánaánba, vagy nem tudom, a mennyekbe. Addig viszont nekünk úgy kell élnünk, és úgy kell vigyázni a szervezetünkre, hogy az jó sokáig kitartson. Akinek nem ez a célja, annak nem muszáj. De akinek ez a célja, hogy ő szeretne sokáig élni, és akár az unokákkal játszani, és még több unokával együtt lenni, annak ezek a törekvések kellene, hogy legyenek irányelvek, hogy betartsa és gondoljon a saját szervezetét. 12% a tejterméket, és a másik oldalon a 12% a fehér húsok, tojás, hal, szárazhüvelyesek, olajos magvak, ugye dió, mogyoró, mandula, szárazhüvelyesek, ugye lencse, borsó, bab, tehát úgy gondolom, hogy Magyarországon azért ezek meg vannak adva, és ezek adott dolgok, tehát ezekkel nem hiszem, hogy olyan probléma lenne. Tejterméket közül pedig inkább olyanokat választunk, amik nem a bereklámozott, cukrozott, nagyon édesített tejtermékekről szól, hanem inkább olyanokra, mint egy sima naturjoghurt, egy kefir, egy sima túró, egy tejföld, jó, tehát ilyenekre gondolok. Ha lehet, hogy ezeket persze házilag, tehát háztól még, mert dolgok sokkal egészségesebbek, de ha nincs és nem megoldható, akkor persze a bolti dolgok is hasonlóan jó. Kerüljük és kevesebb legyen az édes ilyen pudingfélék, a gyümölcsjoghurtok, tehát ezekből azért kevesebb fogyjon, inkább részesítsük előbb azokat, amik nincsenek nagyon édesítve, vagy inkább otthon édesítsük, akár egy kis mézzel, akár egy kis lekvárral, egy otthoni édesítés nélküli lekvárral, összekeverjük a joghurtot, ezek nagyon jó. Jó, és fölül pedig a 10%-ban az olajok, zsírok, édességek, ugye nem tiltott az édesség, tehát ez azt jelenti, tehát ugyanúgy lehet fogyasztani édességet is, csak ugye minimálisan, tehát ne az legyen, hogy az ember este a tévé előtt, vagy délután leül és egy zacskó nápolyit megesz egymagába, és azt csak azt hiszi, hogy ott ez már elfogyott, úgyhogy küldöm a másikért az unokámat, hogy hozzon még egyet, tehát ezekre vigyázni kell. Jó? Tehát ezekre figyelni kell, hogy ezekre nem. Egy picit összehasonlítva, megpróbáltam összeszedni azokat a dolgokat, hogy ami egy kicsit javasolt, amit érdemes előtérbe helyezni, amikor, hogyha vásárolnak, vagy otthon a kertben megpróbálnak szerezni, és mi az, hogy mondjuk kerületnő, tehát minimális mennyiségben, vagy esetleg teljesen elhagyható dolgok. Jó, ugye a javasolt dolgok közül van például a teljes kérdésű pékáruk, most már nagyon sok pékség ugye dolgozik, és nagyon sokan bevezették már azt, hogy a rozslisztekből, teljes kérdésű dolgokból dolgoznak. Ezeket azért célszerű egyszer-egyszer kipróbálni, és ezeket előnybe részesíteni. Szárnyas húsok, halak, ugye baromfik, ugye itt a csirke, pulyka, ezeket célszerű előnybe részesíteni. A kacsa se rossz, de a kacsának egy picit zsírosabb a húsa, tehát ott az a baj, hogy nagyon sok zsírt eltávolít az ember. Hogyha azt mondja, hogy én egy picit lemondok a sertésre, és mondjuk használom a kacsát, azt is lehet, a kacsának a zsírja nagyon finom, amit hetente mondjuk, vagy két hetente egyszer egy zsíros kenyeret nyugodtan meg lehet tenni, mert abban is nagyon sok vitamin van egy kacsatban. Hüvelyesek, gombák, magvak, én a száraz hüvelyesekre gondolok, gombák, magvak, tehát ugye ezeket is fogyasztani kell. Ugye ezeknek magas a szénhidrát tartalma ugyan, de ezeknek van rost tartalma is, ugye, ami nehezen bontható a szervezet számára. Tehát ugye ez egy telítettséget okoz a szervezetben, nem lesz éhes, megeszem és két óra múlva nem leszek éhes, hogy úgy forog a gyomrom, mint mondjuk egy káposztás tésztát, ha megeszek. Gombák, magvak szintén olajosak, ugye a magvaknak ez az egy előnye, hogy olaj
tartalmuk magas, és ugye nem is a telített zsírsavokat tartalmazza, ami ugye káros az egészségben, hanem inkább a telítetlen zsírsavokat. Ugye ezek pedig egészségesek az emberi szervezet számára. Nem azt mondom, hogy megveszünk egy fél kilósat, és ezt egy film alatt benyomjuk. Egy maroknyi az ember ott elropogtat, és ilyen ekkora mennyiségekre gondolkodik. Jó, gyümölcsök, aszalt is, itt az aszaltnál annyit kell, hogy a házilag aszaltak ugye mindig azok a legjobbak, mert ott az ember tudja kontrollálni, hogy mennyi a cukortartalma, és nem cukrozom még pluszba rá. A műzliknél szintén ez előfordult az, hogy ugye vannak olyan műzlik már a boltokban is, amik nem ezek az édesített csokis, nem tudom milyen műzliket árulnak, hanem ez egy sima natur műzli, és ezeket is ugyanúgy el lehet fogyasztani, vagy ugye megveszük ezt a műzli, ezt a szórt műzlit, ugye amit lehet venni, ezeket vannak ezek a gabonapelyhek, de nem a cukrozott ezek, amit ugye a gyerekeknek reklámoznak, hanem ezek a natur gabonapelyhek, amik ugye zabpelyhet tartalmaznak, és egyéb ilyen magokat, ezeket pedig bele lehet szólni akár joghurtba, kefirbe, hasonló dolgokba. Jó, nem tudom, hogy használ-e valaki ilyet egyébként, hogy ilyen zabpelyheket, vagy joghurtba, kefirbe szólni. Igen? Kefirt, igen. Jó. Nagyon jó. A joghurt, hogyha az ember egy picit édesíti, mondjuk egy kicsi mézzel, kirakja egy tálkába, összekeveri, vagy akár ugye most már kapható nagyon sokféle édesítő. Ugye abban beleszólni ezeket a zabfejheket, lehet azért most már a mazsolás zabfejhet is venni, beleszólni és azt összekeveri, és azt elfogyasztja reggelire, tökéletes. Az én reggelim nagyon sokszor az, hogy én nekem van egy zabfej, amit szoktam venni, én sima vízbe szoktam, forró vízbe felönteni, körülbelül egy olyan 7-8 dekányi, abban rakok egy nagyon pici mazsolát, azt összekeverem, édesítem, felszívja magát, ugye megszívja magát vízzel, és azt egy 10 perc múlva lehet fogyasztani, és 4 óra hosszáig nekem nincs problémám az étkezéssel. És ugyanúgy azért én is nagyon sokat megyek, nagyon sokat mozgok, én focizok is, meg konditerembe is szoktam járni, tehát azért nekem is kell az energia. Lehet, hogy nem kint vagyok a nem tudom melyik földeken és reggeltől estig, ez biztos, tehát ez azért nem így van. De aki már nem így dolgozik, és ugye idősebb korban már nincs akkor energia szüksége, hiszen az a baj, hogy a szervezet hozzászokik az idők, az évek alatt ahhoz az energia mennyiséghez, amit elfogyasztok, és ugye később is ehhez van hozzászokva. Erről nehéz egy picit leszokni, mert ugye ezt függőségnek hívják egy picit. Nem összekeverendő az alkohol függőséggel persze, de mégis egy picit függőségről beszélünk, mert az ember megszokta, hogy én ennyit szoktam menni, és arról nehéz lemondani. Jó, nagyon fontos az, hogy ugye megfelelő folyadékpótlás, gyümölcslevek, amikor csak lehet, ugye próbáljunk friss gyümölcsöket enni, és abból facsart leveket inni. Nem azt mondom, hogy a boltokba vegyék meg ezeket a drága 100%-os gyümölcsöket. Jó, megpróbáltam egy picit, ugye az emberek nem tudom mennyire vannak tisztában vele, hogy azok a Magyarország, hogy a halálozás három részét táplálkozáson összefügg, és az életünkben összefügg a dolgok felelősség ugye a halálozásért. Ezért ugye indul ez az egészségfejlesztési iroda is, és nagyon sok helyen az országban, hogy a megelőzésre megpróbáljunk kicsit rá koncentrálódni, mert egy megfelelő életmóddal és egy táplálkozás váltással ugye nagyon sok minden megelőzhető, és ezt kell ugye minél jobban és már a fiatalok körében is hangsúlyozni. És mivel önök egy kicsit érdeklődőbbek, így megvan az a lehetőség, hogy megkérjem önöket is, hogy a fiatalok körében is, hogyha van unokájuk vagy gyerekük, támogassanak minket és szóljanak, hogy ezekre a dolgokra kellene odafigyelni, hogy akár neki a jövőben már még könnyebb dolga legyen is helyzetben. Irányjelek, idősebb korban nagyon fontos az, hogy jól meg legyenek rágva az étel. Az érkezések között legyen minimum egy 4 óra hossza, tehát nem az legyen, hogy vége a reggelinek és már megyünk és megesszük a nápolyt, a chipset, a nem tudom mi. Több kisebb étkezés legyen, tehát amit ugye a normál felnőtt embereknek is ajánlanak, ez a napi 4-5 étkezés ugyanaz vonatkozik itt is. Nagyon fontos az, hogy én megpróbálom összefogni, ne legyen többet, mint két összetett ugye ökröm. Ugye ez azt jelenti, hogy annyit meg tudunk biztosan enni, és ez biztosítja nekünk a megfelelő energiát. Ettől sokkal már dupláját teszünk, az már nem a mi energiánkat biztosítsa, az már inkább a szemnek a megzavarása, mert azt kívánja már csak ugye a szem kívánja, és ugye annál többet teszünk. Napközben minél többet próbáljunk inni.
igyekezzünk ugye frissebb készíteni. Ugye nagyon fontos az, hogy ne a mesterséges és konzerveket használjuk, mert ezek ugye tele vannak sókkal, nagyon magas a sótartalom, ugye a magas vérnyomásnak ugye a problémája, és ugye ennek következménye a magas sózásnak is a következménye a magas vérnyomás. Jó, lehetőleg csak pároljuk az ételeket, ugye nagyon fontos, mivel az alapanyagokat, ha főzünk, főleg a magas hőfokon sokáig, vitaminok kioldódnak belőlük, elpárolognak belőle, és ami benne volt 100% vitamin, abból már lehet, hogy csak a 20%-a van benne, ebből meg már csak lehet, hogy az 5%-a szívódik fel. Tehát olyan, mint hogyha nem is csináltunk volna semmit. Jó, naponta sétáljuk, kerékpározzunk, megpróbáljunk meg szakember segítségét kérni, aki esetleg tud segíteni azon, hogy milyen mozgásokat, milyen tornákat lehet otthon készíteni, vagy csinálni. Jó, valója, mennyitelt, nagyon fontos, hogy hogyan is visszük. Ugye megmondtálasz, hogy mennyi a fehérje energiaszámra, 13-15%, ez egy picit több, mint ugye a normál felnőtteknek. A zsírtartalom egy picit kevesebb, például ugye a gyümölcsök, a zöldségek, a szárazföldesek, a teljes kérdésű lisztek, barnalistek, ezeknek azért fontos a szerepe, mert ugye ezek tehetségérzetet okoznak a szervezetben. Elnyújtják a glikémiás indexet, ami azt jelenti, hogy nem hirtelen emelik meg a vércukorszintet, hanem fokozatosan, szépen lassan, nem lesznek rosszul létek szédülések, valamint a fogyókúrába is nagyon jól beépíthetőek. Jó, a túlzott szénhidrátbevitel következményei. Itt nem kell beszélnem arról, hogyha a szénhidrát az egyik olyan alapanyagunk, amiből nagyon sokat meg tudunk enni, hiszen ide tartozik a reggeli kenyér, a déli kenyér, az esti tésztaféle, krumplifélék, ha sokat teszünk meg, főleg, vagy sült krumplit teszünk meg. Tehát ezek ide tartoznak, és ebből az ember nagyon sokat meg tud enni, főleg, amíg társul hozzá péksütemény, szívás gombóc, nem tudom, stb. Kúros dereje, ilyen-olyan péksütemények. Tehát azért ebben nagyon sokat meg lehet enni, és ugye ennek a következmény az, hogy akár túlsúly, cukorbetegség, stb. Előfordulhat a szervezetben, ezeket kell csökkenteni. Ugye nagy a kísértés, ugye sajnos, mert annyiféle termék van, hogy az ember sokszor nem tudja eldönteni, most annyira jól néz ki, hát meg kívánom is megvenni. Hát sajnos sok mindenről le kell mondanom az életben, ezek az egyik, amit csökkenteni kell. Jó, az élelmi rostok az valamilyen szempontból szénhidrátokhoz tartoznak. Jó, tehát a szerkezetük az hasonló, mint a szénhidrátoké, viszont ugye sokkal egészségesebbek abból a szempontból, amiről beszéltünk, hogy ugye magas a rosttartalma, és ugye elnyújtják a vércukorszint emelkedését, és tehetségérzéket okoznak. Jó, nagyon fontos, ugye itt a rostok, a szerep, hogy nem tud ki az esetleg a koleszterinjével probléma van, magas koleszterin szinten esetleg. Ugye az élelmi rostok ebben is próbálnak segíteni, a koleszterin szintet ugye lejjebb viszik. Nagyon fontos az, hogy ez mellett ugye figyeljünk a zsíroknak a fogyasztására, és hogy milyen fajta zsírokat használunk. És pont ez, hogy a vörös húsoknál és az állati eredetű húsoknak a zsírjai tartalmaznak ugye a rossz koleszterin, míg a növények, zöldségeknél vannak ugye a jó koleszterin, szintén csökkentő. Nagyon fontos, hogy a vérbiztítás megköti a toxinokat, méreganyagokat a szervezetben. Nagyon sokan azt mondják, hogy ugye rákmegelőzésben is szerepe van, hiszen vannak olyan méreganyagok a szervezetben, amit más nem tud megkötni, csak ezek az élelmi rostok. Ugye ez a szervezet nem tudja felbontani, és ők már ezek a toxin, vagy ezek a rostok, ezek megkötik ezeket, és utána szétletten pedig hálóznak a szervezetben. Jó, nagyon fontos az alapos rágás. Hozzá kell tenni persze, akinek esetleg már nem olyan fogazata, mint mondjuk 20 éves korában. Nagyon fontos az, hogy ne akkor pároljon, újítson, minél puhább és érmesebb ételeket próbáljon elkészíteni, vagy önjelenteket próbáljon fogyasztani. Rostartalomnál viszont meg kell azt jegyezni, hogy a turmixolások, a szétfőzés, ugye a passzírozás, ez mindez miatt elveszíti a zöldség a rosttartalmát, tehát ezeket akkor nem szabad elkészíteni. Megint más, hogyha valaki tényleg annyira képesebb tud csak lenni, akkor persze ezt meg lehet tenni, de egyébként ne tegyük meg, mert csak tönkre tesszük ezeket a rossz szállatokat az életeszében. Jó, a zsírok, amiről már sokat ugye beszéltünk, ugye vannak az állati eredetű zsírok, ide tartoznak ugye a tojás, a tejtermékek, a vörös húsok,
simahúsok, vagy varonfiúsok. Nagyon fontos, ezekből is fogyasztani kell, tehát ez nem tiltott, nem azt jelenti, csak megvan az arány, hogy miből mennyit szabad megenni, telített zsírokból, mint mondjuk az állati eredetűekből, mennyit ugye a zsír, az olívaolajokból, és mennyit az emlékező lemma, bió, magyaró, repce, tengeri halakból, megvannak az arányok. Jó, tehát nem szabad túlzásba esni. Nagyon fontos az, hogy ugye az állati eredetű zsírokból azért az ember megeszi a tojást, megeszi a túrót, a tejterméket, megeszi a húst, ha még ezen felül még zsírt is használ, meg zsírral, meg szalonnával, tehát nagyon sokat fogyaszt a magyar ember ezekből, ezeket kell egy picit csökkenteni, és már az egészségünk is jobbra fog fordulni. Jó, próbáljuk meg ilyen olívaolajat használni, főleg ugye salátákhoz, aki szereti a salátákat. Tessék? Nagyon drága. Nagyon drága. Nem muszáj az olívaolaj, nagyon jó egyébként a repceolaj is, vagy a napraforgóolaj, így van, ez is tökéletes, ezt mondjuk salátához nem ajánlom, de akár a főzéshez az tökéletesen lehet használni. Egy sütést én inkább meg azt mondom, próbáljunk meg mondjuk olaj és zsír nélkül, akár egy tepsibe, egy alufóriával, ugye csak meggőzőjük és a végén rásul. És a végén esetleg csak megkenjük a tetejét az olajjal, húsnak, és akkor a tetején szépen meg fog sólni, mert hogyha rajta van az alufól és egy tepsőben betesszük, az szépen a saját levében meg tud főni. Nagyon fontos az, hogy hol is vesszük meg, hogy hol vesszük meg az alapanyagot, igen, hát ezekre figyelni kell. De ugyanúgy, ha mondjuk be lehet szerezni ilyen, ezeket a lemmagokat, amit egy tükörtojást elkészít az ember, megsütje a tükörtojást és a végén megszög egy pici lemmaggal, hogy csinál az ember egy tükörlánytojást, azt is megszórhatja, hogy tojást rántották, azt is meg lehet szórni lemmaggal, és nagyon finom ízt ad neki, vagy ha az ember egy picit megpirítja és úgy rakja rá, akkor az még jó. Jó, tehát ezeket be lehet szerezni, és ezek nem olyan drága dolgok viszont. Jó, a transzsír savakból csak annyi, mert az alsóképpen látható, hogy a margarin, ugye az egy mesterséges anyag, ugye ami egy hidrogénezett termék, amit viszont a szervezet nem tud lebontani, és ezért károsító hatással van a szervezetünkre. Ha már használnak valamilyen kenhető alapanyagot, akkor már egy kicsit inkább a vaj felett húzom önöket, abból se sokat, mert annak még nagyon magas a zsírtartalma, de próbáljuk meg azt használni inkább. Vagy egyébként ott vannak az ilyen sovány tömlős sajtok, és aminek nem olyan magas a zsírtartalma, azt is lehet kenyérre használni, és egészséges. Jó, hát a fehérjék, ugye nagyon fontos a fehérjékről beszélni, hiszen a fehérjék az egyik legfontosabb alkotóeleme a szervezetünknek. Ugye ezek nagyon sokat játszanak abban szerepet, hogy ugye megvédenek a különböző méreganyagoktól, a baktériumoktól, a vírusoktól, hiszen ezeknek védő funkciója is van, hiszen ezek a fehérjék fogják meg ezeket a toxinokat, és körülzárják, és ugye semlegesítik a szervezetben. De a fehérjék alkotják az izmokat is, a szervezeteket is, az aminosúgya, az immunellenanyagok, hormonok, ezek mind-mind fehérjékből épülnek föl, tehát nagyon fontos szerepük van. Ezért nem mindegy az, hogy milyen fehérjéket biztosítunk a szervezet számára. Itt megkülönböztetjük ugye az eszenciális aminosavakat és a másodrendű fehérjéken. Ugye az eszenciális aminosavak, ezek az elsőrendű fehérjék, csak azért hívják eszenciális aminosavaknak, mert ugye ezeket a szervezet nem tudja előállítani. Tehát ezeket a külső alapanyagból kell nekünk beszerezni ahhoz, hogy a szervezet fel tudja ezeket dolgozni, és ide tartozik az állati eredetű fehérjék, vörös húsok, a baromfi húsok, a tojás, a tejtermékek, ezek mind ide tartoznak, tehát ebből kötelező is kell is fogyasztani. Előfordulás ugye itt van, másodrendű fehérjék, mint a növényi fehérjék, olajos malmok, szárazszövések, ezeknek kevesebb a fehérje tartalma, de szintén szükség van a szervezet számára, mert ugye ezek csak így komplettálva egészítik ki azt, hogy a fehérje biztosítja a védelmet a szervezetünk számára. Jó, két fehérjét próbáltam, ne tessék megijedni ezekkel az elnevezésekkel. Ezek azok a fehérjék, amik egy picit nagyobb szükség van az idősebb korban. Ugye leírtam azt, hogy a mentőmény, hogy ez egy fehérje alkotó eszenciális, tehát ez is egy eszenciális aminosav, és nagyon erős antioxidáns hatású. Ez azt jelenti, hogy védő funkciója van a szervezet számára, és ugye megpróbáltam leírni azokat az előfordulásokat, amik le is szerezhetőek, és ugye ezeket bárhol el meg lehet vásárolni.
ugye a szezámmal szintén pirítva, akár a húsokra, spemont, burgonya, kukorica, növényi magok, húsok, tehát szinte egy változatos táplálkozással, ha az ember mindenféle dolgot eszik, akkor minden biztosítható, és nem kell táplálék kiegészítőkhöz vagy egyéb ilyen vitaminokhoz folyamodni, csak megfelelő minőség alapanyagot kell beszélni. Jó, a vízintén egy másik eszenciális, hogy ennek a vírus elleni védelem és az erek rugalmasságában segít. Tejterméket, húzacsúra, szárazfüvelyesek, vízi szinten itt vannak a húsok, tejtermékek, szárazfüvelyesek, tehát ezeket mindig esszük, de ezeket kell is, mert így tudunk biztosítani azt, hogy a szervezetünk egészséges legyen. Jó, egy kicsit a vitaminokról, gondolom azért már nagyon sokan hallottak a vitaminokról is. Nagyon fontos az, hogy amit fölírtam, hogy a hevítés hatására ugye a bizonyos százalékuk elbomlik, és ugye ennek akkor nincs értelme, mert a szervezetben már nem vittük be. Hiába megfőzzük a spenótot mondjuk, és azt hiszük, hogy most milyen sok vitamint vittünk a szervezetbe, hát nem. Sajnos nem, mert attól még ugyanolyan betegek lehetünk. Ezért fontos az, hogy ezeket elsősorban frissen próbáljuk megbeszerezni. Ne főzzük túl, hanem csak pároljuk ezeket, vagy saláták formájában készítsük el. A fogyasztás még mindig jobb, mint hogyha teljesen kifőznénk belőle mindig minden, mert a fogyasztásnak kevesebb a roncsoló hatása, és az is fontos, hogyha lefogyasztunk valamit, azt ne évekig, hanem azt egy hónapon, két hónapon belül használni kell, mert minél tovább fogyasztunk, annál kevesebb a vitamin tartalma is az alapanyagnak. Jó, egy pár vitamint kijelöltem, ami fontosabb, idősebb forma, és ezeket figyelni kell, hogy a szervezet számára biztosítva legyen. Ugye ez a D-vitamin, ugye ami tele van napfény által, ugye a szervezet átdolgoz. Ugye eleve ezeket a tojás tejtermékeket elfogyasszuk, vagy a májat is elfogyasszuk, megesszük, viszont a szervezet a napsütés hatására tudja ezeket átalakítani, és akkor fog csak hasznosulni a szervezet. Ugye a B-vitamin, ugye nagyon sok B-vitamin van, ugye itt van a B12 vitamin, ami a vérszegénységnél fontos, de a B1, B2 vitamin is. Ezt összefoglalva próbáltam leírni, hogy mi az, amiben előfordulnak. Ugye itt a teljes kérdésű, viszont a barna kenyér, szintén a szárazfüvelyesek, az élesztő, a tej, tejtermékek, tojás, hal, húsok. Tehát én úgy gondolom, megint csak a változatosságról szól a dolog, mert ezeket mind szerintem fogyasszuk kevesebb, nagyobb mennyiségben. C-vitamin, ugye arra nem nagyon kell gondolom beszélni, mennyire fontos a jelentősége. És ugye a fluorsav, azt nem tudom ki mennyire ismeri, ugye szintén nagyon fontos hatása van a szervezetben, azért nagyon fontos, hogy ilyen levelez zöldségeket, paraj, levelez zöldségek közé például ugye a rebarbara is, vagy a sóska, rukkola saláta, madár saláta, egyébféle salátafélék, ezek mind ide tartoznak, ezeket célszerű előnyöket. Jó, az ásványanyagok, ugye ezek nagyon minimális mennyiségben vannak a szervezetben, ugye ezek egy ilyen mikroelemek, nyomelemeknek is hívják, ugye ezek annyira pici mennyiségben vannak, hogy ezeket mi nem tudjuk így felfogni, de az ételeinkben ugyanúgy benne vannak. És ugye nagyon fontos az, egy-két dolog, amit itt kiemeltem, hogy a kálcium, ami ugye 99%-ban a csontokban található meg, és ugye az idő előre altában ez csökken a csontvázakban, ezért ezeknek a pótlása nagyon fontos. Ugye itt említettem meg azt, hogy ne az édes tartalmú tejtermékeket, joghurtokat, kefirtek, túrókat használjuk, hanem a sima natúrókat, mert minél több az édesítés benne, annyival több dolog, ha kevesebb a kálcium tartalma. Mivel valamit hozzáadnak, akkor valamit el is kell venni benne. Jó, tehát ezeket kell részesíteni előnyben. Leginkább az a baj ugye az idősebb korban, hogy nem kell túlzásba vinni a tejtermékek bevitelét sem, tehát nem azt jelenti, hogy ott most naponta 2 liter tej. Inkább az a probléma, hogy ugye a hasznosulás, tehát a felszívódás egy picit rosszabb, mint idősebb, vagy mint fiatalabb korban, de körülbelül ugyanazt a mennyiséget meg kell és el kell fogyasztani, mint felnőtt korban. Jó, magnézium szintén a csontrendszerben nagyon fontos hatása van. Ugye a szelén, ami antioxidáns, szintén megköti a szabad gyököket, ugye ezeket a károsító, károsuló hatású dolgokat. Teljes kérdésű magvak, tengeri halak, húsok. Ha lehet és tudják, most már nagyon sok helyen beszerezhető ezek a tengeri halak is. Nem azt mondom, hogy minden héten 5-ször kell fogyasztani, de amikor csak lehet, akkor próbáljam meg ezekből egy-két dolgot elfogyasztani. Jó, a vas.
szintén ugye nem tudom mennyire ismert, ugye ez a hemoglobinnak az alkotó része, hogy itt a vérszegénységről beszélhetünk, lehet, hogy többen ismerik is ezt a dolgot. Ami nagyon fontos, a króm, szintén a szénhidrát anyagcsere, inzulin hatás, itt a cukorbetegeknél ugye nagyobb hatással van, teljes mérésű gabonamagma, üvegesebb, vágyús, szintén nagyon sok termékben ezek megtalálhatóak. Jó, és összefoglalásképpen megpróbálom azt, hogy elmondani a pár sorban, hogy tényleg csak annyiról szól ez a dolog, hogy az ember megpróbáljon változatosan élni, ne annyi energiát vagy kalóriát vigyen be, amennyire eddig volt szüksége, mert most kevesebbre van szüksége. Próbáljuk meg azt, hogy minél jobban kitoljuk esetleg az életünket, és egészségesebben próbálunk táplálkozni, mert ezekkel a tanácsokkal, vagy amiket közírtunk, ezekkel azért kitolható az életünk. Az egészség feltétele az aktív életform és a megfelelő táplálkozás. Az aktív életform az azt jelenti, hogy mindig mozogjunk, menjünk, ne otthon üljünk csak, és ne a tévé előtt üldögéljünk. Mindig csináljunk valamit, próbáljunk meg egy picit sportolni. Ha az ízületek vagy a betegség nem is engedi, gyógytornásszal konzultáljunk, próbáljunk meg valamit, vagy egy senior trénerre, ugye aki az idősebb korosztállyal foglalkozik, ilyen személyi edző, kérjünk tanácsot, ők úgy is tudnak adni. Nem azt jelenti, hogy oda be kell hozzá menni és drága pénzért órákat venni. Egyszer elmegyünk, elmondja, leírja a dolgokat, hogy mi az, amit otthon is meg tud az ember csinálni, és meg kell otthon csinálni. Jó, heti 3-4 minimum azért tornázni kell otthon, és én úgy gondolom, hogy akkor már az egészségünk is, a hozzáállásunk, a fittségünk, minden meg fog változni. Jó, a megfelelő testtömeg elérése, hogy ha elérjük a megfelelő testtömegünket egy megfelelő táplálkozással, akkor én úgy gondolom, hogy a hozzáállásunk, a kedélyállapotunk, ezek mind javulni fognak, és az élethez való hozzáállása is az embernek meg fog változni. Mert én úgy gondolom, és hogy be is van írva, ugye, hogy a táplálkozás az egy öröm. Jó, tehát örömmel kell lenni, mert arról szól az életünk, és hát energiát kell vinni a szervezetbe, mert szüksége van rá. Ezt lehet élvezettel is tenni, meg lehet úgy is tenni, hogy az ember tudja, hogy beteg, de én éhes vagyok, és én enni akarok. Jó, a kettő között azért van különbség, úgyhogy erre törekedjenek a jövőben. Jó, én köszönöm szépen a türelmüket, nem tudom, hogy van esetleg kérdés. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ha bármi kérdésük lenne, akkor nyugodtan a szeptember 19-től nyit majd a kisteleki F-iroda. Jó, oda be lehet jönni, ott mindenféle vérnyomásmérés, vércukormérés, dietetikus tanácsadás, nagyon sokféle kérdőívek várnak majd azokra az emberek, akik bejönnek és kíváncsiak erre a dologra. Nagyon sok mindenben megpróbálunk segíteni, lesznek fogyiklubok, cukorbetegklubok, ahol előadókat fogunk majd behívni, tornázni is fogunk. Ezek mind egy ingyenes szolgáltatás lesz, ezt az állam finanszírozza, mert ez egy megnyert pályázat. Hát itt próbálunk mindenféle olyan dolgot adni, amivel önöknek tudunk majd segíteni. Jó? Köszönöm szépen, további szép estét! Következő adásunkat július 31-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételénkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!